Mobilkár bejelentés. Már telefonon keresztül is intézhetik az autósok a balesetek utáni adminisztrációt. Használt autópiac. Több mint 155 ezer Magyarországra behozott használt személyautóval rekordot döntött az import 2018-ban. Csendes gyilkos. A fűtési időszakban szinte naponta hallani olyan esetekről, amikor szénmonoxid okoz életveszélyt vagy tragédiát. Már mobiltelefonon keresztül is intézhetik a kötelező gépjármű felelősség biztosítási károk bejelentését az autósok. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Magyar Biztosítók Szövetsége elindította új digitális kárbejelentője alkalmazását, amely a hagyományos kék-sárga nyomtatvánnyal egyenértékű, ám gyorsabb és egyszerűbb ügyintézést tesz lehetővé. Jelenleg 13 tagbiztosítónál tudnak kárbejelentést tenni az ügyfelek digitálisan. Problémát szokott jelenteni a baleset lerajzolása. A Magyar Biztosítók Szövetsége új applikációjának könnyen szerkeszthető modulja azonban többféle sablonnal ezt a gondot is leveszi az autósok válláról. Ezen túl csupán egy mobiltelefon és az e-kár bejelentő alkalmazás szükséges baleset esetén, és egy gyakorlott okostelefon használó alig negyed óra alatt végez a kárbejelentő kitöltésével. A MABISZ, a Magyar Biztosítók Országos Szövetség és 13 tagja végül is úgy döntött, hogy haladnak a 21. századdal. Ma Magyarországon 4,5 millió gépjármű fut, és az elmúlt években évenként 16.500 személyisérüléssel járó baleset volt Magyarországon. És hát nagyon sok embernek gondot okozott a balesetnél, hogy hát a betéti lapot hogy kell kitölteni, ugye ez a sárga csekk, sárga-kék lapnak hívjuk ezt a betétlapot. És hát nagyon problémás volt, hogy mik az adatai a biztosítási szerződésemnek, mik az adatai a kocsimnak, alvászáma, és egy ilyen baleset után az emberek egy kicsit idegesebbek, és hát sokszor hiányosan töltötték ezt az adatlapot, és emiatt a hiányos kitöltés miatt viszont csúszott a kárügyintézés, lehet, hogy hónapokat is, mert ugye ezeket utólag be kellett pótolni, ezeket az adatokat. Ehhez hasonló kötelező gépjármű felelősség biztosítási díj fizetési igazolást kapnak majd az autósok, mely már egy QR kódot is tartalmaz. Ezzel a szerződéses adatok azonnal betölthetők, és a GPS meghatározással, valamint a baleset típusának kiválasztásával gyorsítható a kárbejelentés. Az ilyen típusú kárbejelentésnél, ami online történik, tudnak hangfelvételt csatolni. Tehát, ha ő úgy érzi, hogy egy ilyen vázlatos rajzban, amit ikonok segítenek megrajzolni a telefonon, ez nem kielégítő, akkor ő hangfelvétellel elmondja szóba, hogy ténylegesen mi történt, ezt is tudja csatolni, illetve képeket készített a helyszínről, a kocsikról, és ezt a képet is közvetlenül tudja csatolni. Az applikáció ellenőrzi, hogy minden adatot feltöltötte az ügyfél, és mikor megtörtént ez az ellenőrzés, elektronikus aláírással lehet hitelesíteni. Mind a két félnek kell hitelesíteni, tehát a károkozónak is, és a kárszenvedőnek is. Ha esetleg az egyik fél nem bízik meg annyira a másikba, akkor egyszerre két okostelefonnal is lehet feltölteni, ugyanazt látják, akkor a központból kapnak egy PIN-kódot, ezzel szinkronizálják a két telefont, és látják, hogy a másik mit tölt fel, vagy ha ő tölti fel, látja a másik, hogy mit tölt fel, így közösen is be tudják jelenteni a kárt. A kárbejelentő alkalmazás ingyenesen letölthető. Pár hét múlva a friss tapasztalatok felhasználásával frissítik az appot, valamint ezzel egy időben a webes kárbejelentő felület is elindul, ami kitöltési gyakorló felületet is biztosít, és már az SMI-kkel is kompatibilis. Egyelőre még csak két résztvevős balesetek bejelentésére alkalmas az alkalmazás, de már dolgoznak a több szereplős továbbfejlesztésen is. Még mindig a német használt autók a legkeresettebb külföldről behozott gépjárművek Magyarországon. Több mint 155 ezer Magyarországra behozott használt személyautóval rekordot döntött az import 2018-ban, derül ki a vezes.hu adataiból. Változóban vannak a használt autó vásárlási szokások is, a prémium márkák népszerűsége visszaszorult az elmúlt években. 2019. január 1-től lényeges változás, hogy ügyfélkapunk keresztül ingyenesen lekérdezhetővé váltak a használt autók adatai.
A 2008-as válság előtti időszakban a külföldről behozott használt autók darabszáma lényegesen alacsonyabb volt. Egyik évben sem lépte túl a 100 000-et. Tavaly azonban rekordot döntött ez az adat, több mint 155 000-re nőtt az import. Az új autók piaca lassan javul, amíg a válság előtt évenként 180-190 000 új gépjárművet helyeztek forgalomba, addig tavaly ez a szám alig haladta meg a 120 000-et. A legnagyobb küldő ország Németország, de sok autó jön Francia, Olasz és Spanyolországból, valamint Ausztriából is. De körülbelül másfél évvel ezelőtt elindult Magyarország felé a lengyel piac is. A német importnak már 20 éves hagyománya van. Jobb út- és szervízhálózat működik Németországban, és jobban is vigyáznak az autókra a német tulajdonosok, közölte Gulyás József 35 perc című műsorunkban. A magyar használt autóvásárlók viszont nem tudják fiatalítani a hazai gépjárműparkot. Valószínűleg a piac és az egyéb okok miatt elsősorban az 8 és 10 éves korú átlag életkorú használt autók. Tehát van egy statisztika egyébként, hogy 10 és 11 év közötti átlag életkor az, ami bejön. Ez egyébként sokak szerint nem igazán, hogy mondjam, előnyös, hiszen a hazai átlag élet, a személygépjárművek átlag életkorát nem igazán javítja. Talán 13 év az átlag életkor, az össz több mint 3 millió használt forgalomvezető autónak az átlag életkora, és 10 és 11 év között jönnek be az autók. Tehát igazából nem sokat javít a koron, és a környezetvédelmi normák sem mindig a legkorszerűbbek. Az elmúlt évekre az is jellemző volt, hogy sokkal kevesebben vesznek fel hitelt autóvásárláshoz, inkább annyit költenek rá, amennyit megengedhetnek maguknak. Ha a használt autók statisztikáját nézzük, akkor 10-ből 2 vásárló igényel hitelt, új autó esetében pedig 10-ből 5. Elsősorban az alsó középkategóriás autókat értékesítik nagy számban a kereskedők, átlagosan 1,5 millió forintot költenek a vásárlók. 2019. január 1-től ingyenesen is utána nézhetnek a használt autók adatainak az ügyfélkapunk keresztül. A Használt Autószövetségünk már régi harca, hogy legyen egy olyan használt autóadatbázis, ahol a vásárlók könnyen tájékozódhatnak a használt autók előletéről. 2012-től indult be egyébként egy szolgáltatás, csak eddig ezt bizonyos díj ellenébe, és egy kicsit nehézkesen lehetett igénybe venni. Most már viszont, aki ügyfélkapus hozzáférés kell, és korlátlanul és ingyenesen lekérhető. A jövőben fokozatosan fehéredhet ennek köszönhetően a használt autópiac. Jelenleg ugyanis még mindig jellemző, hogy sokan visszatekerik az órákat. A női liga közbenjárásának köszönhetően az endometriózis, a mellrák, a méhnyakrák, a petefészekrák betegségben érintett nők január 1-től adókedvezményre jogosultak, írja közleményében a szervezet. A súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeket kormányrendelet határozza meg, amelyet 2009 óta nem módosítottak, nem kerültek bele új betegcsoportok. Az adókedvezmény azt jelenti, hogy az érintettek súlyosan fogyatékos magánszemélynek minősülnek, így ha erről orvosi igazolásuk van, idézem, az állapot kezdő napjának hónapjától, ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-ának megfelelő összeget kaphatják meg. Olvasható a leírás a NAV honlapján. Fejfájás, szédülés, émelygés, ezek a szénmonoxid mérgezés első tünetei. A fűtési időszakban szinte naponta hallani olyan esetekről, amikor szénmonoxid okoz életveszélyt, vagy nem egyszer emberi életet is követel. Évente még mindig több száz esetben riasztják a tűzoltókat a mérgező gáz jelenléte miatt. Pedig a tragédia a megfelelő odafigyeléssel és karbantartással könnyen megelőzhető lenne. A szénmonoxid az emberi érzékszervek számára láthatatlan, hisz ez egy színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél valamivel könnyebb, mérgező gáz, amely tökéletlen égés során jön létre. Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító képességét, mivel erősen kapcsolódik az oxigénszállító hemoglobinhoz. A gáz már kis koncentrációban is rendkívül mérgező, és a szénmonoxid mérgezés csak nehezen észrevehető.
a rosszulét, cédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság könnyen összetéveszthetők egyéb betegségek tüneteivel. Magas szénmonoxid koncentráció esetén ájulás és néhány percen belül halál is beállhat. A szénmonoxid mérgezés leginkább a fűtési időszakban jelent kiemelt veszélyt. A fűtési szezon kezdetétől összesen 9 alkalommal vonultak Szabolcs-Szatmár Belek-megye tűzoltói szénmonoxid szivárgás káreseményhez. Ezek az esetek megelőzhetőek lennének, hogyha legalább évente egyszer mindenki ellenőriztetné a fűtőberendezését, ugyanis a lerakódott por és a szennyeződés nem csak hogy a fűtés hatékonyságát rontja, hanem balesetekhez is vezethet. A szénmonoxid mérgezés nagyban megelőzhető a nyitott égésterű készülékek visszaszorításával és megfelelő lakásszellőzési módszerek alkalmazásával. A szénmonoxid szivárgás megelőzése érdekében gondoskodni kell a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új nyílászárók, ablakok, ajtókba szereltessünk részszellőzőt, ugyanis a szénmonoxid akkor alakul ki, hogyha nincs megfelelő levegő utánpótlás. A tragédiák elkerülése véget, az égéshez szükséges levegő folyamatos utánpótlásának a biztosításán túl érdemes időszakosan is rendszeresen felülvizsgáltatni szakemberrel a gázkészülékeket, illetve kéményeket, valamint megfelelő, jó minőségű szénmonoxid érzékelők használatával is tovább növelhető a biztonság. A szakma kiváló tanulója és az országos szakmai tanulmányi verseny elődöntője zajlik januárban a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. Megyénkből 17 iskolából, 40 szakmában összesen 329 versenyző vesz részt a megmérettetésen. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már több mint 10 éve szervez országos versenyt a szakmát tanuló diákok számára. Évről évre egyre népszerűbbnek számít a megmérettetés a diákok körében, ezt a számok is bizonyítják. Idén Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből, 7 iskolából, 40 szakmában összesen 329 versenyző jelentkezett. Ez a magas szám annak is köszönhető, hogy a közlekedési szakmacsoport is összemérheti tudását. A versenynek komoly tétje van. Egyrészt jó megmérettetés ez a tehetséges diákoknak, ugye egy próba tulajdonképpen, mivel ide végzős diákok jelentkezhetnek csak, nagyon fontos nekik a komplex szakmai vizsga miatt, hiszen aki a versenytevékenységek alkalmával több mint, vagy minimum 60%-ot ér el, akkor a szakmai komplex vizsga alól is felmentés nyer. Természetesen értem itt ez alatt, hogyha az írásbelén ér el itt 60%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység alól kap felmentést. Viszont aki tovább is jut döntőbe, és minden részben, versenytevékenységben 60%-ot elér, akkor ő nyert egy szakmai komplex vizsgát. Ezen túl a továbbtanulók számára a felsőoktatási felvételi eljárás során 30 többletpontot is jelent az eredményes szereplés. Szabolcs megye jó eredményekkel szerepel a versenyeken, tavaly 15-en kerültek be a válogatóba és 5-en a döntőbe. Közülük a férfi szabó versenyző első helyen, az asztalos versenyző második helyen, valamint a víz csatorna közműrendszer szerelő versenyző harmadik helyen végzett. Első körben a diákok az írásbeli résszel kezdenek Nyíregyházán, ezután jön a budapesti válogató, majd innen juthatnak tovább a döntőbe, a márciusi Szakmasztár Fesztiválra. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 65 szakmában hirdette meg idén ezt a versenyt. Innen a megyéből, ahogy ön is elmondta, 40 szakmában indultak a diákok. Természetesen van olyan szakma, amiből azért nem indultak, mert egyáltalán a megyében nem is folyik ilyen képzés ezekben a szakmákban. Vannak népszerű szakmák, sokan indulnak minden évben a magas építőtechnikusok, ők most is 28-an versenyeznek majd, ők éppen holnap fogják megírni az elődöntőt, de szép számban jelentkeztek a hegesztők, ők például 31-en, vagy beszélhetek itt a szakácsokról, a vendéglátás szervezőkről, és több szakmában is 10 felüli a létszám. Amiből kevesebben vannak, például hűtő- és légtechnika rendszer szerelő, itt egy szem gyerek jelentkezett a megyéből, vagy a vízcsatorna közműrendszer szerelő. Ennek az az oka, hogy nagy lesz ugye a lemorzsolódás, sajnos az iskolákban, mire végzősök lesznek a gyerekek, illetve
Másikok pedig az, hogy tehát ennyi az osztálylétszám. A szakmai elődöntő január 7-én kezdődött, és január 24-ig tart Nyíregyházán. Ültes egy fát a holnapért címmel városszépítő programot hirdet Nyíregyháza város önkormányzata a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közreműködésével. Ennek keretében a lakosság, illetve az intézmények képviselői igényelhetnek díszfát, díszcserjét, amelyet a házuk vagy intézményük előtt lévő közterületre, utcafrontra ültethetnek el. A növényeket a Nyírvévé biztosítja, az ültetés és gondozás az igénylő feladata. Pályázni január 31-ig lehet személyesen, e-mailben vagy postai úton. Újoncként az MB3 keleti csoportjának 6. helyén várja a tavaszi folytatást a sényői futballcsapat. Az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 7 győzelem mellett 5-ször játszott döntetlent és 4-szer szenvedett vereséget. A cél az, hogy a bajnokságot a mezőny első felében szárja a sényő. A megyei első osztályban magabiztosan megszerzett bajnoki cím után a bennmaradás kiharcolását megcélozva vágott neki az MB3-nak a sényői futballcsapat. Sándor Tamás távozását követően a helyi vonal mellett döntve az Imrő László Fiumei Viktor edzőpárosnak szavazott bizalmat a klub vezetése. Az újonc jól kezdte a szezont, Marisik szorgalmasan gyűjtögették a pontokat, olyannyira, hogy a 8. fordulót követően az élre állt a sényű. A pozíciót 2 fordulón keresztül meg is őrizte a csapat, a hátralévő 5 fordulóban viszont már csak 2 döntetlenre futott a kapacináik erejéből. Az őszi 6. hely ettől függetlenül várakozáson felüli eredmény, ráadásul a Magyar Kupában decemberben több mint 2500-an láthatták a Ferencváros vendégjátékát az 1400 lelkes településen. Teljesen reális a 6. helyezésünk és a megszerzett 26 pontunk. Azt gondolom, még egy picit túl is teljesítettük pontban azt, amit magunk elég kitűztünk. Úgyhogy minden rendben volt az ősz teljesítményünkkel, még ha a vége nem is sikerült olyan fényesen. A csapategységünk az rendkívül jó volt, és nagyon jól kezdtük a szezon, nem voltunk megijedve a magasabb osztály adta kihívásoktól, ezért szerintem annak tudható be, hogy az elején nagyon sok mérkőzést nyertünk, illetve sok olyan mérkőzést hoztunk le döntetlenre, amit esetleg nem mi voltunk az esélyesek. A téli szünetben nem lesz nagy mozgás a játékos keretben, persze az érkező és a távozó oldalon is vannak érintett futballisták. Van 3 új érkezőnk, a Lizák Bence Gyöngyösről, a Lakatos Bence Tarpáról, és ugye a Kapacina Valer pedig Mosonmagyaróváról. A Marics Gábor elengedte a klub családi érdekekre hivatkozva, neki több kérője is van, még nem tudjuk, hol folytatja. A Habulcsák Krisztián ki elmegy Ibrányban, több játék lehetőséget fog kapni, ezáltal nyáron majd visszavárjuk, és a fiatal Takács Ádámot is szeretnénk kiadni megye egyben, hogy több játék lehetőséget jusson. Ugye ő még fiatal korához tekintettel nagyon sok játékperc kell, hogy legyen a lábában, hogy tudjon fejlődni. A sényű a Kelet-Magyarország Észman kupán elért 4. helyezéssel hangolt a tavaszi felkészülésre, amely csütörtökön kezdődött. Az érdemi munka hétfőn indul, a március 3-án Füzesgyarmaton esedékes bajnoki folytatásig 9 felkészülési meccset tervez a szakmai stáb. Vasárnap a megye 6 sportcsarnokában elkezdődik a 6. Nyírerdő kupa teremlabdarúgó torna. Gyulaházán, Leveleken, Csengerben, Újfehértón, Nyírbátorban és Demecserben 30 csapat küzd azért, hogy tovább jusson a középdöntőbe. A 8-as döntőt január 27-én rendezik a nyíregyházi Filó foci csarnokban. Az MLS megyei igazgatósága már évek óta egy januári teremtornával igyekszik lehetőséget biztosítani az alacsonyabb osztályú csapatoknak arra, hogy jó körülmények között játszhassanak tétremenő meccseket. A 6. Nyírerdő kupa iránt is nagy volt az érdeklődés, a szervezőknek limitálniuk kellett az indulók számát. Vasárnap így a megye 6 sportcsarnokában 30 együttes lép majd pályára. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon sok csapat érdeklődött a teremtorna iránt, hiszen már várják a csapatok. A legtöbb esetben a megyei második, illetve harmadosztályú együttesek egy része azért ezt már betervezi a felkészülésébe, sőt, ezek az alacsonyabb osztályú csapatoknál sokszor ezzel a tornával kezdődik a felkészülés érdemi része, úgyhogy a 30 főre írtuk most ki, 30 csapatra írtuk ki ebben a szezonban a Nyírerdő kupát, és ez a 30-os lista, ez 2 nappal a nevezési határidő előtt be is telt, tehát voltak olyan együttesek, akik így lemaradtak, viszont 30 együttesnél többet nem szerettünk volna fogadni, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt láttuk, hogy a csapatoknak
olyan igényeik támadtak, illetve maga a lebonyolítással kapcsolatosan 30 csapattal sokkal jobban meg tudjuk ezt az egész tornát szervezni, 6 helyszínen, és ahogyha 5 fős csoportokat hozunk létre, ahogy ez 2019-ben lesz, akkor emberi időbe tudnak kezdeni, tehát 9 órakor még időben fejezik be, és a 10 mérkőzés mindegyikének valóban tétje lehet. Az igazgatóság a felnőttek mellett az utánpótlás csapatoknak is igyekszik segíteni a felkészülésben. 5+1-es teremtornát írtunk ki annyira erdő mintájára az U19-es csapatoknak. Tavaly már első alkalommal ezt kiírtuk, akkor 8 együttes jelentkezett. Idén bízunk benne, hogy többen fognak élni ezzel a lehetőséggel. Ugyanolyan szabályok szerint szeretnénk őket játszatni, szintén szeretnénk a megyei, illetve az MB3-as utánpótlás bajnokságban szereplő megyei csapataink részére a felkészülést ezzel biztosítani. Tudjuk jól, hogy az ifjúsági csapatok is most kezdik el a felkészülést. Ez egy jó ráhangolódás lehet. Jövő hét hétfőig lehet még jelentkezni. Várjuk a csapatok jelentkezését, és bízunk benne, hogy minél többen fognak majd részt venni ezen a második alkalommal kiírt teremtornán. Visszatérve a Nyírerdő kupához, Gyulaházáról, Levelekről, Csengerből, Újfehértóról, Nyírbátorból és Demecserből a két-két legjobb csapat mellett a 4 legjobb harmadik is bejut a középdöntőbe. A második kör követően 8 együttes lesz majd ott január 27-én a nyíregyházi Filófoci csarnokban, hogy eldöntse, kié lesz 2019-ben a Nyírerdő kupa. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Már mobiltelefonon keresztül is intézhetik a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási károk bejelentését az autósok. A Magyar Biztosítók Szövetsége elindította új digitális kárbejelentője alkalmazását, amely a hagyományos kék-sárga nyomtatvánnyal egyenértékű, ám gyorsabb és egyszerűbb ügyintézést tesz lehetővé. Jelenleg 13 tagbiztosítónál tudnak kárbejelentést tenni az ügyfelek digitálisan. Még mindig a német használt autók a legkeresettebb külföldről behozott gépjárművek Magyarországon. Több mint 155 ezer Magyarországra behozott használt személyautóval rekordot döntött az import 2018-ban, derül ki a vezes.hu adataiból. Változóban vannak a használt autóvásárlási szokások is. A prémium márkák népszerűsége visszaszorult az elmúlt években. 2019. január 1-től lényeges változás, hogy ügyfélkapun keresztül lekérdezhetőek lettek a használt autó adatok. A fűtési időszakban szinte naponta hallani olyan esetekről, amikor szénmonoxid okoz életveszélyt, vagy nem egyszer emberi életet is követel. Évente még mindig több száz esetben riasztják a tűzoltókat a mérgező gáz jelenléte miatt, pedig a tragédia a megfelelő odafigyeléssel és karbantartással könnyen megelőzhető lenne. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 11-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már több felhőre és reggel havazásra is számítani lehet. Éjszaka egy frontrendszer vonul át térségünk fölött, mögötte kisi enyhébb levegő áramlik fölénk. Estétől északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A hajnali óráktól egyre több helyen fordulhat elő havazás, és ezzel együtt a nyugati szél is megélénkül. Reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős lesz az ég, helyenként átmeneti vékonyodás, szakadozás is lehet. A nap első felében várható havazás. A délnyugati szelet eleinte élénk lökések kísérik, majd mérséklődik a légmozgás. Délutánra plusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás várható térségünkben. A következő napokban tovább enyhül az idő, a gyakran erősen felhős vagy borult ég mellett a havazást egyre inkább havas eső váltja fel. Erősödik a nappali felmelegedés, kissé mérséklődik az éjszakai lehűlés.